Üdvözlök minden rockrajongót, öreget és fiatalt egyaránt. Mai műsorunk házigazdája Tüzes Víz Metal Barlang, hova is egy honi metal csúcs találkozót szerveztünk, melyen részt vesz az Ossian, az Omen és a Moby Dick zenekar, de természetesen egy csúcs találkozó, attól csúcs találkozó, hogyha mindenki szerepel. Úgyhogy elsőként következik a Pokolgép új klipje. És most lehet beszélgetni. Kezdjük akkor az Omennel az egész történetet, mert hogy a Pokolgép után az Omennek kéne következni. Mi a helyzet nálatok? Hát helyzetben vagyunk. Kedden vagy szerdán jelenik meg a nagylemezünk, ami természetesen egy nagylemez bemutató koncert, turné sorozat követ, aminek a vége egyébként június 7-én a budapesti Petőfi Csarnok szabadtéri színpada, ahol egy óriási buli tervezünk. Na most Lasszikám, azért tedd már meg, hogy bemutatod a bandát, jó? Mert hát végül is azért az Omen felében régi, felében új
felé meg közepes. Tehát egy új, ifjú feltörekvő zenekarról van. Tőlem jobbra, Kalapács Józsi, mögöttem Szekeres Tomi, még jobban mögöttem Ács Andriska, és itt a tesóm, ő a kis bimbó, nagyfi Zoltán. Azért ejtsünk szót róla, hogy álltok a pokolgéppel? Tehát ez egy... Már viszonyban, gondolom. Érdekes a kapcsolat, tudnék, annak idején, annak ellenére, hogy szépen megbeszéltük, ahogy azt intelligens emberekhez illik, hogy nem fröcsögünk egymásra. Hát most például szeretnék, szóval az összes nyilatkozatunkat elolvashatod, részünkről nem hangzott el semmi ciki. Beszélünk egymással. Szóval beszélő viszonyban. Köszönjük. Meg. Ma játszottunk egyszerre bulit is. Sőt, egy napon játszottunk bulit, úgyhogy nagy a barát. Van-e valami változás nálatok a pokolgép hangzáshoz képest? Hát nézd, valami biztos, hogy van. Tudnék, a pokolgépen belül azt hiszem, hogy két irányvonal alatt lehetett felfedezni az utóbbi egy-két lemezen. Az egyik volt az enyém, a másik a kukovácsőjön. Aha. Most, és a tiéd volt a jobb. Ha azt mondod, azt köszi. Nem, egyébként mondtam, te fogod mondani. Nem biztos, hogy jobb volt. Jobb, lehet, hogy jobb volt. Az biztos, hogy én hoztam a magamét ebbe az új együttesbe, és itt még rajtam kívül négyen hozták a magukét. Ennyiben lesz másod. Hát és ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy tulajdonképpen a pokolgép, ez az én kívülálló véleményem, 50%-ból állt a zenészekből, és 50%-ból az image kialakulása Józsi személyéhez kötődött, legalábbis nekem, aki hát szakmai közönség füllel hallottam.
Úgyhogy amennyiben lesz egyezőség, az biztos, hogy azért lesz, hogy Józsi nem tud, és nem is akar kibújni a bőréből. És mi pedig nem fogunk nyilvánvalóan a saját frontemberünk ellen dolgozni, hiszen őt választottuk, megvan az okunk rá, hogy miért, és nyilván, hogy alá fogunk dolgozni. Lesznek egyezőségek, ez biztos, de azért, mert Józsi nagy része volt a Pokolgépnek. És a te önálló zenekarod az működik tovább, vagy ezzel egy ideig megszűnt? Nem, ez működik. Jelen pillanatban is próbálunk, vannak lehetőségeink. Azonban ez most nem a projekt műsora. És csak köszönöm a kérdést. Most már akkor tényleg Oszián. Oszianozzunk. Na. Nálatok bizonyos posztokon, mint hogy átok ülne. Mire gondolsz? Gondolok a Bobos, basszusgitáros. Fiúk, itt vannak. Hello. Szerint Tómen elvitte a dobosukat. Nem, a Bunklival egyébként mi nagyon elégedettek voltunk, nincs Fizolival. Elcseréltek. Tegnap nem ezt mondta az, a létszentek. Épp a műsor előtt reklamált a Bunkli, hogy itt rosszakat nyilatkozunk róla, hogy őt lecseréltük, nem szó sincs róla. Elment. Mi csak azt nyilatkoztunk, hogy nagyon elégedettek vagyunk az új emberrel, aki itt van a hátam mögött, Tovola Csaba. Egy 20 éves emberke, és nagyon jót tett a zenekarnak. Az új lemezünk rengeteg gyors tempójú nótát tartalmaz.
gyémán fákja, erős tenyő ki a tüzést is állja, és eljön majd, megjönnie kell. Az ítélet a visszavad leszel. A gyémántot csak a gyémán fákja, erős tenyő ki a tüzést is állja, és eljön majd, megjönnie kell. Az ítélet a visszavad leszel. Szabad leszel. Azt hiszem, ideje lenne a múlt havi Metal Hammerek közös pályázat eredmény hirdetésére térni. A Cserőtei Laci és Lénárd Laci, kik nyertek? És mi a helyes megfejtés, azt is olvas. A kérdés az volt, hogy a Moby Dick együttes melyik számmal szerepelt először a Rock Stúdióban. A helyes válasz az a Keresztes Vitéz. Mikor? És én olvasom fel 1988. október 15-én. Én olvasom fel a csehszlovákiai két nyertest, és a Cserő pedig a magyar, mert állítok, csak én tudom rendesen kiolvasni. Petri Szilvia Kassáról, és Török Tünde Hovról, ez Görgő, Rozsnyava kerület. A magyar nyertes pedig Szarka Rudolf Nyírbátori tévénéző volt. Gratulálunk, és egy Metal Hammer naptár lesz, nem tudom, majd valószínűleg meg fogjuk mutatni, hogyha beérkezik. Beérkezett? Igen, beérkezett, ez ez egyenlőre reklámcélokat szolgál sajnos csak, de valószínűleg ezt szeretnénk, hogyha jövőre a 92-es az rendesen kapható is lenne. Én is tudtam a megfejtést. És akkor miért nem írtál nekünk? Moby Dick, mi van veletek? Ti is most jelentkeztek új albummal. Sajnos a körülmények úgy hozták, hogy csak augusztus közepén tudunk megjelenni. Mi okozta ezt a csúszást? Kungbaraton botrány. Nincs kiadó. Voltak problémáink a kiadóval, ami csúszáshoz eredményezett, mire megtaláltuk, hogy ki lesz a kiadónk, az ott elszállt a kissé az idő. Úgyhogy a stúdió felkészülés, meg a stúdióba vonulás, tehát elég későn tudjuk megkezdeni. És így már semmiképpen sem ment az, hogy májusban megjelenjünk. Tartjátok ezt a trash-esebb irányvonalat? Hát ugyanaz lesz szerintem a zenei vonal, ennek a lemeznek lesz a folytatása. Természetesen nem a megismétlése lesz, de szerintem ugyanezt fogjuk, a szövegek is ugyanennek a folytatása lesz. Tehát politikai töltések, talán a szövegekben annyi változás lesz, hogy most nem lesz olyan nyíltan és közvetlenül kimondva minden. I don't know.
térjünk vissza egy picit a kiadóhoz, mert ez most egy eléggé nehéz pont lett itt, azt hiszem többeteknek, talán mindenkinek, ugye? Azt hiszem, hogy egy kiadónál volt mindenki az egész lemezen. Úgyhogy épp azon gondolom, hogy megsiklott a lemezgyárnál egy kiadó. Épp azon gondolkodunk, hogy végül is, ha mondjuk milliómos lennék, akkor létrehoznék egy ilyen metal kiadót, mert mindannyian, akik itt ülnek, szóval most épp gazdátlanok vagyunk, de közben természetesen van gazdánk, mert a Hungarotonnal azt hiszem, hogy mindenki aláírt valamilyen fajta szerződést. Uh-huh. Hát épp nincs közvetlen főnökünk, nincs gyártásvezetőnk, úgyhogy azzal telnek a napjaink, a próba meg a gyakorlás helyett, itt zenekarvezetők, hogy mondjuk szalagokért rohangálunk, meg szalintézzük a saját folyóügyeinket. Én viszont osztam most is őrület, mondd el. Azt mondja, hogy április 12-én ugye lesz a Moby Dick Pecsabeli koncertje, 4.-20-án a Láng Művelődési Házban Átklub, ahol fölép majd a Syndrome, a Deforder és a Necrofight. Május 17-én pedig szintén a Petőfi Csarnokban egy Dance Classic a buli lesz. Ennyi. Akkor én még bemondanám a június 1-jét, ami az Ossziának az 5 éves jubilami koncertje lesz, és egyben a 4. lemez nagy lemez bemutatója is. Petőfi Csarnok. Petőfi Csarnok. 5 éves az Ossziáért is már egy Még egyszer puskázok a Metal Hammerből, van itt egy ilyen alcím, hogy az egyenlő esélyek éve. Most itt van három zenekar, aki végül is hát a magyar metal zene élvonalát jelenti. Valóban egyenlőek az esélyek?
De háromban nem. Esélytelenségek. Jaj, a szekeret, az állandó. Veszi, mint meg kész. Vigyel már valamit, vagy mit tudom. A cégben arra céloztunk, hogy rengeteg masszeklemez kiadó van, tehát megszűnt az a lehetőség, hogy egy csomó zenekar azzal takarozott, hogy ők azért nem tudják megmutatni a világhírű programjukat, mert nem adnak nekik lehetőséget. Most bárki kiadhat lemezt, meg is bukhat vele, vagy éppen nagy sikert is arathat. Tehát nincsenek többet mártírok. Hát igen, szóval sok volt a sírás ilyen ügyben, hogy betikteket nyomnak. Na most hát szóval érzésem szerint pont az itt aztán, hogy eleget nyaltuk a sót ahhoz, hogy elmondhatjuk, hogy senkit nem nyomtak. Egyszerűen elkezdtünk zenélni, aztán uram bocsá, hát tetszett a közönségnek, egyre többen vannak itt a bulikon. Közhely, ugye sokszor elmondtuk, de tényleg kevés a magyar rockzene a tévében. Ugye hányszor láttuk mondjuk a Movidiket, Lossiánt, vagy az Ómert, jó, mondjuk ez egy új dolog, de mondhatnám a Pokolgépet.
egyszerűen kevés, és hogyha jól tudom, akkor éppen a ti műsorotok is megszűnőben van. Úgyhogy feltehetőleg, hát nem elköpte, hát. És hát feltehetőleg ennél fogva még kevesebbet leszünk a tévében, úgyhogy szerintem mindenki használja ki az alkat, és integesse anyunak, apunak, hozzátartozóknak. Most csináljunk befejezésül egy körkérdést. Mi a zenekaroknak, tehát az Omennek, az Osziának, a Moby Dicknek a 91-es jelszava? Tessék, mi az a, az, az irány? Merre van az előre? Jelszavunk, munka és béke. Bravo. A mi jelszavunk, mindenki vegyen Osszián lemezt, és jöjjön el június 1-én a bulira. Fáradt Moby Dick együtt a bulira után. Ami jó jel. A Beherovka. A Beherovka. Szerint augusztusban lenne egy ilyen Monsters of Rock ismét Magyarországon, melynek vízvendége az ACDC.